Zemplén bajnokot, Zemplén új bajnokot avat. Ez volt az egyik szlogenje az idei versenynek. Az elmúlt évek őszén nem csak a hazai, hanem az európai autósport is Zemplénre figyelt, hiszen ebben a térségben rendezték az ERC bajnokság záró futamát. Idén új helyszínre Veszprémbe került a futam, és sokan aggódtak, hogy ezután a térség verseny nélkül marad. Szerencsére az elmúlt évek bizonyították, hogy mind a természeti szépségei, mind a pályái beírták magukat a sportág nagykönyvébe, így a 2024-es Magyar Rali Bajnokság zárófutamának helyszíne lett, melynek ezúttal a Hegyalja kapujának is nevezett Szerencs lett a központja. A versenyt nagy várakozás előzte meg, hiszen még négy versenyző lehetett bajnok, akik még nem büszkélkedhettek ezzel a címmel. A cukorgyár területén berendezett szervizpark, majd az esti rajtszeremónia után Zemplén klasszikus gyorsasági szakaszai mellett egy abaúj is szerepelt a programban. A verseny főszervezője Jacsó Tibor 2001-ben indította útjára a Zemplén rallik sorát, és hosszú kihagyás után idén tért vissza ismét a térségbe. Jó érzésekkel várakozunk a rendezvénnyel kapcsolatban. Tudva levő, hogy 2001 környékén, mintegy 6 éven keresztül szerveztük ezeket az eseményeket, és akkor nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki, baráti kapcsolatokat, nagyon sok segítője volt ennek az ügynek, és azt kell mondjam, hogy a mai napig is ezek a kapcsolatok még fellelhetők, mozgósíthatók, úgyhogy ennek ismeretében tök jó, hogy itt vagyunk, és azt mondom, hogy ez egy pozitív érzés minden szempontból, és hát szeretnénk azoknak az elvárásoknak is megfelelni, hogy egy színvonalas bajnokavató eseményt szervezzünk. Dr. Varga Attila, rally szakágvezető véleménye szerint Zemplén a korábbi versenyeivel és az ERC futamokkal bizonyította, hogy helye van a magyar rally sportban. A hazai bajnokság rangja és a kiváló versenyzőink pedig nagy értékkel rendelkeznek a rally sport világában. Zemplénnek fantasztikusan hagyományos, tradicionális pályái vannak. Ezek a versenyzőknek hiányoznának, ha nem lenne itt. Én azt hiszem, hogy és most engedje meg nekem az, aki ERC fan, ez most egy fontosabb verseny, mint tavaly az ERC volt. Tehát nekünk azért egy magyar bajnoki futam, a magyar bajnokság eredménye, a magyar csatározások sokkal fontosabbak, ha igazából őszinték vagyunk, mert ide jönnek ezek a nemzetközi matadorok, fantasztikus őket nézni. Tehát tényleg, mintha a fizikát hazudtolnák meg. De egyfelől nagy öröm, hogy Mixi és a hozzá hasonló kvalitású versenyzők fölveszik velük a versenyt, tehát mondhatni abszolút egyenrangok, és nem azért, mert hazai pályán mennek, hanem azért, mert a tudásuk, a technika az predesztinálja őket erre. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy jó dolog sok helyen, de ami itthon van nekünk, az az igazából fontos. Most pedig jöjjön a Zemplén Rally a versenyzők szemszögéből, akikre bizony nem kis feladat várt a két versenynap során, melyen gyönyörű őszi idő fogadta őket, ám a völgyekben meghúzódó párás, vizes szakaszok sok meglepetést tartogattak. Zagyva Dorka a világbajnokság promóterének programján tanultakkal érkezett Zemplénbe, ám a Fordot visszacserélte a Peugeot-ra Spitzer Gábor navigátortársával. Egyébként nagyon fantasztikusan érzem magamat a Peugeot-ban, nagyon jó érzés viszülni, nyilván kicsit idegesebb autó, mint a Ford, meg másképp kanyarodik, de szerintem egészen jól sikerült újra visszaszoknom. Milyen volt ez az első nap, hogy sikerültek a gyorsaság?
Én nagyon elégedett vagyok, egész végig mosolyogtam minden egyes gyorsasági szakaszon. Azt kell, hogy mondjam, egy-két hiba beesett, de nem olyan nagy probléma, ami visszatartott volna. Most már egészen jól sikerül közel autóznom a srácokhoz, szóval ez nekem egy nagyon pozitív élmény. Mi volt a legnehezebb feladat a mai gyorsaságikban? Az, hogy lecsapódott a pára, és egy-két kanyar nagyon csúszos volt, főleg a fehér aszfalton volt ez problémát jelentő. Melyik autót kedvelted meg jobban, a Fordot, vagy ezt a Peugeot-t most, hogy ennek tükrében a versenyt? Nyilván a Peugeot-hoz közelebb áll, még a szívem már többet autóztam a Peugeot-val, mint a Forddal, de jövő évben a Forddal fogunk versenyezni. Ezen a képzésen mi az, amit el tudtál sajátítani, amit már itt a versenyen is egyébként alkalmaztál? Hát próbálok türelmes maradni, és nem elkapkodni úgy, ahogy régen elkapkodtam, és próbálok sokkal türelmesebben megközelíteni egy adott kanyart, és nem berárőltetni, és rövid féktávot venni, hanem inkább gyorsabban kigyorsítani. Az imént Janika is adott tanácsokat. Milyen tanácsokat adott, ha lehet tudni? Egyébként egy észrevételt mondott, hogy Szemerén ott állt egy adott helyen, és látta, hogy érkezik egy Peugeot, így fogalmazott, és el is ment, és azt mondta, hogy rájött, hogy ez én voltam, idézve őt, hogy gyorsan mentem el előtte, és hogy milyen jól sikerült azt az adott terelőt megoldanom. Megérkezett hozzánk tehát Székmely Norbert és Farnady Ági. Az M-Train Rally a Peugeot Kupa bajnoki címét is hivatott volt eldönteni, melyben a Székmely Norbert Farnady Ágnes párosnak mindössze egy pontra volt szüksége. Idei teljesítményüket elnézve nem tűnt nehéz feladatnak. Ugye ilyen helyzetben nem voltunk még, hogy ennyire kicsikeljen a végső célok eléréséhez. Pont azon nevettünk, hogy a csapattal, hogy nekem mindig úgy jött ki egy végső küzdelem, hogy ilyen milyen kart-kikart harc lett belőle, és most nem ez van. Most egy pontot kell mindösszesen összeszednünk egy másfeles szorzójú versenyen. A sors fintora, hogy ez már meg lehetne, hiszen egy pécsi Power Stage lassító érintésnél ott hagytuk ezt az egy pontot. Ennek jelentősége nincs, mert így legalább megismerhetjük ezt a nagyszerű környéket, meg ezeket a pályákat. Reméljük majd egyszer még hasznunkra várjuk, ha ezt tovább tudjuk folytatni. Úgyhogy nehéz volt taktikát választani. Egy kicsit még azt is mondhatom, hogy itinert írni, hiszen most eltérje attól, amit megszoktál, és közben gondolkoz, hogy legyen egy óvatosabb itinered. Tanuljuk, de végül a recept az az lett, hogy a saját tempunkat diktáltuk a nap második felén főleg, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy gyorsulni tudtunk, ez volt a biztonságosabb forgatókönyv is, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez vált be. És akkor hölgyeim és uraim, az ORB-t, a Honda Országos Rally Bajnokságot vezető páros érkezik meg hozzánk. Csavos Vixi és Nagy Attila! Hasonlóan kedvező helyzetben várta a versenyt az ORB abszolút bajnoki címére pályázó Csomós Miklós Nagy Attila páros is, akiknek egy 8. helyezés is elég lehetett volna a hazai pályának számító Zemplén Rallin a cím megszerzésére. Alapvetően ugyanúgy készülünk, mint minden futamra. Van egy jókora pont előnyünk, de mivel ugye technikai sportról beszélünk, így nem szabad azért felváról venni, úgyhogy tesszük a dolgunkat, aztán bízva a legjobbakban. Nem kell feltétlen nyerni, hiszen annyi a pont előnyötek, de hát titeket ismerve, ti mindig a maximumot akarjátok kihozni, győzni szeretnétek. Azt hiszem, hogy szükség lesz egy kicsit a hideg fejre is a versenyen. Igen, én azt gondolom, hogy Győrben is egyébként így versenyeztünk az első 4 gyorságit, meghúztuk onnantól kezdve, viszont csak hol egy picit gyorsabban mentünk, hol lassabban is, csak tényleg beosztva versenyeztünk. Alapvetően az MP-ben nem szükséges ez sem. Annyira nem számolgattunk, de szerintem egy 6.-7. hely is elegendő ahhoz, hogy bajnokok legyünk, úgyhogy semmiképp sem szeretnénk belemenni hülyeségekbe. Értelmét nem látjuk úgymond, illetve természetesen mindig a fő cél lobog a szemünk előtt, és ahhoz mindenképp célba kell érni. Nos, hogy ez valami hülyeség, vagy a túlzott győzni akarás volt-e, arról sokan sokféleképpen mondtak véleményt. Mixék a 3. számukra talán már mumusnak számító óhutai gyorson nem sokkal a cél előtt hatalmasat estek. Sokan döbbenten fogadták a hírt a pálya szélén, mellyel minimálisra csökkentek a bajnoki álmaik a hazai földön versenyző párosnak. A többiek pedig nagy számolgatásba kezdtek, ilyen-olyan variációk láttak napvilágot, mi van ekkor, mi van akkor, szóval izgalmas folytatásra volt kilátás.
Ebbe a matekba pedig belépett a Hadik András Juhász István páros is, akik remek formában autózva az első nap végén vezették a versenyt. Hát igen, egy kicsit foghíjasan csináltuk most a magyar versenyeket, de igazából amikor a versenykírás megjelent, ugye gondolkoztunk rajta, hogy a Mitrópa kupában Novogoricán induljunk, vagy itthon. Aztán úgy döntöttünk, hogy itthon fogunk rajtazálni. Én úgy gondolom, hogy nem bántuk meg per pillanat, megmondom őszintén, nem számítottam rá, vezetjük a versenyt, úgyhogy minden rendben van. Az, az igazság, hogy attól függetlenül, tehát ilyen extra kockázatot azért nem vállalunk, úgy autózunk. Ugye nem akarunk semmi hülyeséget csinálni, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy az idők azok jók, az autó az tökéletesen működik, úgyhogy minden rendben van. Csomóség kiesése után megnyílt a lehetőség a bajnoki címre a Németh Gábor-Németh Gergely párosnak is. A pilóta azonban elégedetlen volt az első nap végén mutatott teljesítményével, s az este nyugalmát felhasználva készült, hogy másnap javítson a versenyzésüken. Sajnos a mai napunk az nem volt túl élvezeteljes. Ez nem tudom, hogy volt-e az éven ennyire gyenge teljesítményem, elsősorban is saját magamra gondolok. Nagyon dekoncentrált voltam reggeltől kezdve, és igazából nem ment ma úgy a versenyzésre, ahogy szerettem volna. Nem is akarok különösebb kifogásokat keresni. Nagyon csalódott vagyok, bevallom. Úgyhogy nem így terveztük. Tisztán lelki dolgok, vagy az autó nem stimmelt, vagy a pályák nem tetszettek? De a pályák azok szerintem nagyon jók, azokkal semmi kivetni való nincsen. Nyilván tudtuk azt, hogy az első körben változó körülmények lesznek, eléggé sok helyen volt nedves rész, sajnos egyszer mi is lecsúsztunk az útról. Egyszerűen hiába, én úgy gondolom, hogy jó gumit választottunk, de nem volt megfelelő tapadásunk, valami miért túl merev volt az autó, és igazából nem tudtuk az abroncsokat működésre bírni. Mixiék balesete megdöbbentette a velencei Ádám Bán Viktor párost is, ám ezzel az eseménnyel számukra is megnyílt az út a bajnoki címhez. A páros a jó teljesítményét a lassítókban rontotta le a büntetésekkel. A második hely azonban jó alapnak ígérkezett a másnapi folytatásra. Hát igen, ahogy megláttuk Mixiéket, nagyon sajnáljuk őket, onnantól kezdve nekünk egy új számítás következett. Nagyon nehéz ezzel a nyomásra elbírni, voltak egy-két hibánk is, de a második körre szerencsére ezeket sikerült küszöbölni. A lassítókkal nem vagy kibékülve, hogy érintett ez? Igen, nem tartom egy jó dolognak. Nem azért mondom, mert mi kaptunk, mert kaptak a többiek is. Az, amikor egy táblának a lába ilyen 30-40 centi, annyira szűk a lassító, hogy nagyon nehéz úgy elmenni, hogy ne érje hozzá a lábához. Én azt mondom, hogy ha bála van, akkor nincsenek ezek a problémák, meg nem kell ezzel pluszba foglalkozni. Ez már így van, én bízok benne, hogy nem ezt fogja eldönteni a végén. Egy ilyen helyzetben hogy kell most lelkiekben felkészülni a holnapi napra? Hát azt nem tudom, mert még nem voltunk ilyen helyzetben. De az biztos, hogy nagyon nehéz menet közben, és tényleg volt egy ilyen 10 perc, amikor leültem és próbáltam összerakni magamat, így az egy-két hiba után. Ez tényleg így sikerült a második körbe, ezt a lendületet kell tovább vinnünk holnap. A lendület pedig kinek így, kinek úgy sikerült a második napon, melyen fordított pályákon kellett harcolni a stopperrel. A Peugeot kupában ez a Határ Attila, Kese Zoltán párosnak szinte egész éven kitartott, és két kivételtől eltekintve a dobogó második helyen végeztek. Zemplénben is hozták ezt a formájukat, mellyel az éves értékelés ezüstérmét is megszerezték. Maga a verseny, meg a rendezés a számomra szenzációs, meg a pálya, a nyomvonal kijelölés. A lassítókkal nem értek egyet továbbra se, a büntetésekkel. Jó versenyt zártunk, tehát ami jöttünk, azt sikeresen véghez vittük. Próbáltam azért
sietgetni, meg Norbihoz közel lenni, de azért ő más kávéház, ezt el kell ismerni. Szerintem nem mentünk lassan. Volt egy-két betlim, végül is azokból is azért valamennyire kimozogtuk magunkat. Sok büntetés ellenére is sikerült a második helyet hozni a nap végén, meg az egész évben sikerült második helyet hozni, úgyhogy úgy gondolom, az egész év ezt mutatja, amit elértünk, úgyhogy én örülök neki. Köszönöm szépen a csapatnak, a navigátoromnak az egész éves munkáját, édesapámnak, a családnak. Jó év volt ez úgy, hogy volt. Én örülök neki, szép volt. Mennyire szeretted meg ezt a Peugeot kupát? Mennyire szeretted meg ezt az autót? Hát ez az autó eleinte én is kicsit szkeptikus voltam ezzel, hogy három henger meg fura hangja van, de imádom, szerelmes vagyok bele, tehát nem tudok erre mit mondani. Barátnőmnek biztos nem fog tetszeni, hogy ilyet mondok, de ez tényleg így van, tudja ő is, hogy szenzációs az autó, imádom. A Peugeot kupa nyilván az nagyon jó abból a szempontból, hogy egyforma kocsikkal kell menni, és az embereken meg a beállításokon múlik, hogy ki hogy tudja ezt megoldani, úgyhogy ez egy jó kis kupasorozat. Hiszem a határnevet is tovább kellett vinni. Igen, szerencsére ezt a nyomást azért már korán levetkőztem, úgyhogy ez nem gondolnám tehernek, inkább örömmel teli, hogy egy ilyen név alatt versenyzek. Az év első futamán még nem indult, ám utána egyeduralkodóvá vált a Peugeot kupában Cékmány Norbert, aki Zemplénben Farnady Ágnesnél nem csak az egy pontot, hanem a győzelmet, és ezzel az éves bajnoki címet is megszerezte. Sokkal jobban kezelem azokat a helyzeteket, valószínűleg abban, amiatt, mert nagyobb rutinom van, hogy a kiélezett harcot kell vívni. Itt nehezen tudtam azt eldönteni, hogy a verseny elején azt, hogy menjek úgy, hogy az biztonságos legyen, és átgondoljam a döntéseimet, ne az szerint, ahogy alapból mennék. A verseny végén pedig azért, mivel mégiscsak kialakult egy egészen nagy előny, annak köszönhetően, hogy jól sikerült az első és a második nap, ott meg ezzel mit kezdjél? Néha kicsit mentem volna felszabadultabban, de mégse kockáztas, kicsit a nézőknek a szabad ilyet mondani, de nem lehet benne rizikó, úgyhogy így ezek keveréke volt. Önmagában ezért is rengeteg tapasztalatot szereztünk most itt. Egy apró megforgást abszolváltunk a Mádon, a biztosabb volt így egyet inkább piruettezni, mint megkockáztatni azt, hogy elfordulunk vagy nem, úgyhogy igen, egy 10 másodpercet ott begyűjtöttünk, de egészen hamar le tudtuk ezt dolgozni. Nagyon más, releváns kalandunk ezen a 160 akárhány versenykilométeren nem volt. Cserébe megismertünk olyan szenzációs zempléni gyorsokat, amikre mindig is vágytam, de sosem jártam erre. Cikmely Norbi és Farnady Ági! Zemplén legjobbjai és az esztendő legjobbjai a Peugeot kupában. A verseny második napjára nagyon magára talált Németh Gábor, s úgy tűnt, hogy még bármi lehet a bajnoki címért zajló küzdelemben, ám egy bukás szerte foszlotta az álmokat, így az abszolút 8. helyen sikerült a célba érés. Szerencsére a mai napunk az sokkal jobban indult, mint a tegnapi. Én úgy gondolom, hogy a reggeli csúszós erdőbényére jól fel tudtunk készülni. Az autó beállítása nagyon, nagyon passzolt ezekhez a csúszós körülményekhez. Illetve ami kulcskérdés volt ezen a versenyen, a lassítóknak az abszolválása, és nagyon kínosan ügyeltünk arra, hogy véletlenül se érjünk hozzá. Mai napon azt hiszem egyet mégiscsak sikerült megcsípni, de ezt a számítva úgy gondolom, hogy nagyon ügyeltünk rá. Sok helyen lassúnak is éreztem emiatt a tempunkat, de a mai napunk az úgy gondolom, hogy rendben lett volna. Sajnos az első mári szakaszon vétettem egy hibát, ami eléggé megbosszulta magát időben. Sajnos meg is borultunk egy partoldalon. De szerencsére tovább tudtunk menni, és onnantól már csak az volt a célunk, hogy minél több pontot mentsünk. Mert fontos volt, hogy az évvégi dobogót még valahogy meg tudjuk szerezni. Gratulálunk Velencei Ádáméknak a bajnoki címhez. Nagyon konstansan mentek egész verseny alatt, úgyhogy érdemelten nyertek. Hadik Andrusékat viszont nagyon sajnálom, mert abszolút győztes formát mutatott, és ők is, tehát ő nagyon megérdemelte volna az, hogy ez a verseny neki járjon.
Az Ollé Sándor, Ollé Rebeka párosnak egy hosszú, bal szerencse sorozata szakadt meg Zemplénben, így érthetően boldogan érkeztek az abszolút hatodik helyen a szerencsi célba, annak ellenére, hogy azért a kalandok itt sem kerülték el őket. Igen, ezt nagyon vártuk már, mert egész évet ékillódtuk. Mindig volt valami technikai problémánk, és nem tudtunk rájönni, hogy mi. Most azt mondom, hogy szerencsére az előző versenyen beestünk egy jó mélyet, és szét kell szedni az egész autót, mert rájöttünk olyan hibákra, amik eddig nem voltak, és azóta makulátlanul működik az autó, és végre föl tudtunk zárkózni a középmezőnhöz, mert már kezdett elmenni a kedvünk, szóval azért ennyire nem mentünk lassan, mint amennyire rosszak voltak az eredményeink. Most végre itt vagyunk a középmezőnyben, ennek nagyon örülünk, hatodikok lettünk. Volt egy nagyobb rontásunk a kettes gyorson, ahol a csomósok is beestek, ott mi is sajnos, ott hagytunk egy ilyen 1 perc 10-et, most pódiumosak tudnánk lenni, hogyha az nem történne meg, úgyhogy örülök neki, hogy itt tudunk most lenni. Mennyire élveztétek ezeket a pályákat? Szerintem nagyon jó rally pályák. Nagyon nagy kihívás volt, mert ugye változott mindig a minősége. Nedves volt, csúszott, faleveles, de maga a pályák, nagyon jó volt a rendezés. Egy deka csúszás nem volt, mindig minden ott volt a helyén. Én most nagyon örülök neki, ezek nagyon jó pályák, és tényleg jó volt ez a verseny. Zemplénnek helye van a rallyban, mondhatjuk az ERC után is? Hát mindenféleképpen, szóval semmivel nem lett rosszabb, hogy ez most nem ERC, annyival, hogy kevesebben vagyunk, de alapvetően szerintem egy színvonalas verseny, úgyhogy ez egy nagyon jó verseny volt. Minden jó, ha jó a vége. Talán ezzel az érzéssel zárhatja a szezont a Bodolai László Deák Attila páros, akik a pódiumot jelentő abszolút 5. helyükkel az idei bajnokság legjobb eredményével hozták a Ford Fiestát a célba. Nagyon felemás évünk volt, de ezt a versenyt nagyon le akartuk hozni biztonsággal, hogy célba érjünk, és így a pódiumra is fel tudunk állni, hogy örülünk az abszolút 5. helynek. A kocsi kalcmentes, nagyon jó ízű tudtunk autózni, szerintem a nézők is élvezték. Mennyire élveztétek a pályákat, melyik tetszett a legjobban? Hát kétségkívül a Mádon a legjobb menni, de nagyon-nagyon jó volt a Fónyon is. Mind a két irányba, de a mádi rengeteg nézősereg az azért egy pluszt adott, és az még, hogy az utolsó körbe is, a legutolsó poweren is egy jót tudtunk autózni előttük, az meg külön kiemelik. Mit szólsz ezekhez az izgalmakhoz, amik voltak itt? Hát a motorsport az ilyen, majd lehet, hogy az összes sport, de itt azért a technika ördöke az itt nagyon sok szerepet játszik, és hát nyilván mindenki feszegeti a határokat, azért itt nagyon nagy a tempó már az első 8-10 autónál, úgyhogy benne van minden kanyarba a kockázat. Trencsényiék felemás hétvégét zártak, hiszen a Trencsényi József, Verba Gábor kettős az 5. helyen autózva árokba csúsztak és kiestek. Fia, Trencsényi Vince, Adorján Szabolcs navigálásával azonban átvette a szerepet, és látványos, élvezetes autózást bemutatva, érthetően nagyon boldogan az abszolút 4. helyen értek célba. Én nagyon örülök egyáltalán, hogy itt lehetek a célba, ugye ez az éven a második aszfaltos futamom, és hogy egyből így dobogóra értünk 4. helyen, hát nem tudok mit mondani, nagyon örülök. Voltak kihívások műszaki, az én vezetésemben is voltak hibák, de így a végére sikerült összeszedni. Fiatal ember vagy, de már azért elég hosszú éves pályafutás van mögötted. Mennyire élvezed most már a Skoda R5-ös autót? Fú, igen, hát szerintem egy 6-7 évet mentem első kerekes autóval, Rally 2-ben főként. Most idén próbáltam ki ezt a Skodát, ugye mentünk egy murvást, meg két aszfaltot. Még azért barátkozó viszonyban vagyunk, de hatalmas élményt ad, és látom, hogy még tudok gyorsulni, úgyhogy van motiváció. Melyek voltak a legnehezebb, legjobb pályák, amiket kedveltél, nem kedveltél a mai napon? A Fóny és a Mád gyorsaságokat mindkét irányban az tetszik, ez a dobálós, ilyen agresszívan kell menni. Az erdőbényével nem boldogultam most se, de igazából az első kerekes autókkal se. Ez a csúszós fehér aszfaltra valahogy nem tudok ráérezni. Egyik szemesírt, a másik nevetett a Hadik András Juhász István párosnak, akik sokáig vezettek a versenyen, ám a végén a kormányszervó és a lassító büntetés miatt végül az abszolút 3. helyen értek célba. Ez egy jó verseny volt alapvetően.
Ugye elsők voltunk, sokáig vezettük a versenyt, aztán az utolsó három gyorságra előjött sajnos egy műszaki hiba. Kormányszervó problémánk lett, így azért elég nehéz ezt az autót vezetni. Hát így is harmadikak lettünk, úgyhogy alapvetően örülünk neki. Szép emlékekkel zárjátok a szezont, hiszen a Mitrópa kupán is remekül szerepeltetek. Igen, én úgy gondolom, hogy szép emlékeink vannak az idei évben. Ugye külföldön is versenyeztünk, ott is értünk el jó eredményeket. Itthon is, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden rendben volt az idő. Nagyon jó száraz körülmények voltak, alig van még falevél az úton dacára az október végének, szép napos idő volt, úgyhogy jó volt. Egy kicsit nedvesek voltak az erdei pályák, a fóny meg az erdőbénye a szombati reggeli körön, de gyakorlatilag délutára is megszáradt, ma meg egy gyönyörű szép idő volt, úgyhogy sportolásra alkalmas. Sok bal szerencse, műszaki hiba hátráltatta idén a Klaus Kristóf Papp Tamás páros versenyzését. A Zemplén Rallin azonban mind a technika, mind a versenyzés összeállt, így a sors az abszolút második helyezéssel valamit visszaadott a párosnak az egész éves birkózásból. Tényleg, ahogy nem tudom, ami szerencsét mi elbuktunk itt az év folyamán, azt talán itt az utolsó futamon egy kicsit visszakaptuk. Tehát van honnan építkezni, azt gondolom, hogy most tudtunk ismét mutatni egy elég erős Zemplén Rallit. Próbáljuk ezt átvinni a többi futamra jövőre, illetve ezt az alaptempót valahogy megtartani. Néha ilyen bal szerencsék után mi kell lelkileg, hogy az ember újból talpra tudjon állni? Szerintem van egy folytonos motiváció, ami kicsit néha megszokás, de azért mindig új erőre kapunk, és próbálunk azzal építkezni. Lehet egy kicsit többet kell ebbe beletenni, és akkor tudunk még fejlődni. És te mit tűztetek ki magatok elé, mit értékeltetek ki a tegnapi napból? Hiba nélkül mentünk, gyakorlatilag az autó karcmentes. Ez volt az alapcél, illetve az eredményből, tehát az első négyből kihozni a lehető legjobbat. Itt folyamatosan ment az adókapok, mindig más volt a tabella elején. Szerintem kiegyenlített, és folytonos küzdelem volt. Úgyhogy a célunk az volt így mindenre, hogy a saját fókusz mellett próbáljuk a szakasz eredményeket a lehető legjobban lehozni. Mixék kiesésével a Velencei Ádám Bán Viktor páros óriási lehetőséget kapott a bajnoki cím megszerzésére. A fiúk ebben a csöppet sem könnyű helyzetben éltek a lehetőséggel, és a szerencsével sem álltak hadilában, így 2024 abszolút magyar bajnokaként gurultak be a szerencsi célba. A krónikához tartozik, hogy Ádámnak egész éven Vánsza Zsolt navigált, ám orvosi javaslatra nem ülhetett autóba Zemplénben, így Bán Viktor fejezte be a megkezdett munkát. Fú, nagyon-nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy segíthettem ebbe az egészbe Ádinak. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni az egész hétvége folyamán, iszonyatos jó volt az összhang. Nekem is a lelkemnek nagyon kellett az idei év után ez az eredmény. Sok nehézség volt számomra idén. Tényleg azt is meggondoltam, hogy abba hagyom az egészet, de ez most nagyon sok erőt adott, és visszaadta az önbizalmamat, meg mindent, úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok. Nekem is ez volt a második ORB győzelmem, úgyhogy elmondhatatlan, hogy boldog vagyok, nem tudom még fölfogni hirtelen. Nagyon jó volt az egész hétvég, és köszönöm Ádinak a lehetőséget. Most fint arra, hogy éppen Mixék ellen vívtatok, akivel szintén az egyik nagy sikeredet érted el. Igen, rossz is volt egy kicsit belül, mert nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon jó barátság vagyunk a mai napig. Nagyon sokat beszélünk, szakmázunk végig, és nagyon fájt tegnap, amikor elmentünk mellettük. Rendesen elsírtam magam a célba. Nagyon meghatott a sztori. Hát nem tudok mindent, csak nagyon sajnálom őket. Szememben ők a bajnokok. Valamilyen úton módon, de sajnos, illetve az Ádi lett, nem sajnos, hanem... Gratulálok neki, és nagyon szép munkát végeztek a Zsoltival idén, és örülök, hogy tényleg, hogy hozzátehettem ehhez. Itt a 2024-es magyar bajnok, Velencei Ádám, Vánsza Zsolt és Bán Viktor!
és szólhat a vastags. Azt hiszem, hogy nem kell spórolni vele, hiszen ez az utolsó verseny. Hát igen, nem sok esélyt láttunk rá, megmondom őszintén. Az volt a terv, hogy itt próbálunk menni az első, második hely környékén, és majd bármi lesz. De tényleg nagyon sok nehézség volt a versenyen, voltak büntetések, voltunk egy kicsit volt ponton össze kellett raknunk magunkat, de szerencsére sikerült, és a versenyt is sikerült megnyerni. Mennyire voltál higgadt ebben a helyzetben? Az volt a fő, hogy higgadt maradjak végig. Ugye ezt beszéltük Vityával folyamatosan, hogy meglegyen ez, hogy ne menjünk bele olyan helyzetekbe, amit bármi probléma lehet. A második körben már igazából csak mennünk kellett a saját tempunkba, nem kellett kockáztatni. Bebírtuk osztani ezt az előnyt. Hány év munkája, pályafutásod érett most be? 2014-ben mentünk először az ORB-be, egy Kassarallin. Ez 10 év, tehát 10 évet dolgoztunk azért, hogy így ide kerüljünk. Tényleg nagyon szeretném megköszönni, akik ide eljuttattak, barátok, szponzorok, család, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Megérte ez a munka, ez a boldogság? Mindenféleképp, most még talán igazából fel se fogom, majd kell még majd pár nap, mire ez leülepszik, és megemészük. Díjak mellett természetesen a Skodát is sikerült jó alaposan összepesgőzni, és ünnepeljük a bajnokot! Zemplén bajnokot avatott, Zemplén új bajnokot avatott. A térség ismét egy emlékezetes, drámai fordulatokban gazdag versennyel írta be magát a hazai rally szakák krónikájába. Érdekes, hogy a többiek azért egy kicsit most a háttérbe vonultak. Velencei Ádám még hagy ünnepeljenek.